Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen az emelkedett nem kis évfordulón. Külön szeretettel köszöntöm leghosszabb ideig polgármesterünket, az első polgármesterünket, dr. Hajdú Lajos urat. Testvértelepülésünk testvértelepüléseink megjelent képviselőit. Minden olyan polgármestert, képviselőt, aki az elmúlt 25 évben jelen volt, és sokat dolgozott a település előremozdulásáért. És minden megjelent verekfürdői lakost. Sokan hallhatták már tőlem azt a gondolatot, amit nagyon fontosnak tartok, hogy gyökerek nélkül nem lehet repülni. Itt a repülés nyilván nem azt jelenti, hogy ténylegesen szárnyai nőnek az embernek, mert az nagyon nagy ellentmondás. Inkább azt, hogy aki nem ismeri a múltját, nem adja tovább, nem büszke rá, annak nincs esélye arra, sokkal kisebb esélye van, hogy komoly dolgokat vigyen véghez, hogy szárnyaljon. Ezért választottam ezt a gondolatot ennek a mostani megnyitó beszédemnek, hiszen most is egy visszatekintést az, ami előttünk áll. 25 év az nem kis idő egy ember életében, hogy szoktuk is mondani, egy emberöltő. Magam is tudom, hiszen 26 évvel ezelőtt kerültünk ide családommal. De a 25 évet megelőzte még jó néhány évtized, hiszen Berekfürdő kialakulása 90 évvel ezelőtt kezdődött, amikor még itt csak néhány tanya volt, karcagi tanyák. Egy 1927-es karcagi testületi döntés mondta azt, hogy megbízták Pálvai Vajna Ferenc főgeológust, hogy Karcag határában földgáz és petrolom után kutasson, illetve végezzen fúrásokat. Érdekes nekem ez a petrolom megnevezés, nyilván kőolajat hívták akkor petrolomnak. És tulajdonképpen ezzel a megbízással 90 évvel ezelőtt a karcagi testület megbízásával azzal indult meg Berekfürdő kialakulása. Úgy gondolom, hogy ez is gyökereinknek egy nagyon fontos része, ezt sem szabad elfelejtenünk, ezt is tudnunk kell. Legalább ideig nyúlnak vissza a gyökereink. Nem akarok még visszább menni a kunokig, de azok is a gyökereink igen fontos és jelentős részei. Néhány személyes gondolatot szeretnék mondani erről a 25 évről. Remélem nem veszem el doktor úrnak a kenyerét, hiszen ő biztosan egészen más szempontok szerint fog megemlékezni. Ahogy említettem, családommal 91-ben kerültünk ide, én 91 nyarától kaptam egy megbízást, családom pedig 91 őszén költözött ide. Tulajdonképpen azóta ismerem Berekfürdőt. Korábban én nagyon keveset tudtam erről a településről. Fiatal családosan kerültünk ide, legkisebb lányunk akkor volt 1 éves, legidősebb is 4 éves, tehát az óvodát már itt járták mindannyian. Az általános iskolát is innen kerültek, aztán tovább gimnáziumba, majd egyetemre. Amikor ide kerültünk, itt Berekfürdőn, akkor, mint ez főleg később tudatosult bennem, hogy akkor folytak azok a viták, időnként elég éles viták is, úgy gondolom, hogy ezeket úgy kell mondani, ahogy akkor történtek, vagy történhettek, ami aztán az önállósodáshoz vezetett. Én ebből akkor nem sokat érzékeltem. Tudtam róla, hiszen csak itt éltem a faluban, de annyira más volt a munkám, mint amit korábban csináltam, és új volt minden, hogy az teljesen lekötött, ezekre a dolgokra nem tudtam eléggé figyelni.
így nyugodtan mondtam, hogy kívülállóként értem át ezeket az időszakokat. Egyszer csak azt tapasztaltam, hogy Berekfürdő most már önálló település, helyben van a polgármesteri hivatal, itt van polgármesterünk. Ezt úgy is érzékeltem és tudtam róla, hogy az alakuló testületi ülés, azután még néhány más hasonló alkalom is a Megbékélés házában volt, Megbékélés ház adott helyett ezeknek az alkalmaknak. Tehát tudni tudtam róla, de nem volt annyira mélyen bennem, mint feltételezem, illetve hát tudom is a beszélgetések során, hogy nagyon sok berekiben milyen mélyen benne vannak ezek az időszakok. Ez az időszak a rendszerváltás időszaka volt. Korábbi években megszoktuk, hogy az azt megelőző időszakokhoz képest sokkal szabadabban, sokkal nyíltabban lehetett beszélni mindenről. Olyan gondolatokat is el lehetett mondani, amit azt megelőzően csak óvatosan meggondolva azt, hogy kivel, miről beszél az ember. Itt a 80-as évek vége, 90-es évek elején, ha visszaemlékszünk rá, akkor sokkal kötetlenebbül, felszabadultabban lehetett beszélni, szinte eufórikus hangulat volt az a néhány év. Ez tette lehetővé azt, hogy Berekfürdő önálló településként élje tovább az életét, minden mai napig, és úgy gondolom, hogy ezt minden nehézsége ellenére egyikünk sem bánta meg. Erre lehetünk büszkék. Nyilván nagyon fontos az, hogy ez a büszkeség, ez másra nézve ne sértő, ne bántó legyen, hanem egy olyan büszkeség, ami tartást ad az embernek. Ahogy említettem, a múltra visszaemlékezve és abból táplálkozva. Ha megfigyelem bármelyik választást vagy népszavazást, akkor érdekes, hogy más településekkel is összevetve kevés az a település, amelyik ugyanígy van, mint Berekfürdő, hogy az akkori rendszerváltó erők, illetve azok a eszmék, azok a gondolatok nagyon meghatározóak, tehát a választásokon többségében, túlnyomó többségben van a mindenkori jobboldali szavazatok száma. 25 év alatt én ezt tapasztaltam, ezeket mutatják a statisztikák, ezek is fontos dolgok számomra. Még egy gondolatot szeretnék kiemelni, és különösen ezt szeretném még mindenki szívére helyezni, hogy ahhoz, hogy szárnyalni, repülni tudjon az ember, nem csak a gyökerek kellenek, hanem egy település életében az összefogás az milyen jelentős és milyen fontos dolog. Látszik ez abból is, feltételezem, hogy doktor ezt sokkal jobban ki fogja majd fejteni, hogy a 26 évvel ezelőtti népszavazás az nagyon nagy összefogás eredménye volt, hiszen nem csak a itt lakók, hanem az üdülő tulajdonnal rendelkezők is nagyon messziről eljöttek. Hallottam olyanról, aki az ország túlsó Csücskéből, Győr, meg Sopron környékéről jött el, csak azért, hogy bedobja a szavazó céduláját, aztán ment is vissza, mert másnap dolgoznia kellett. Tehát egy hihetetlen nagy összefogás volt akkor, valaminek az érdekében. Nem valami ellen, hanem valami érdekében. Úgy gondolom, hogy minden polgármester, minden testület abban az időszakban, amikor lehetősége volt, mindenki, amit lehetett, megtett azért, hogy Berekfürdő fejlődjön, tovább lépjen. Ezek a különböző időszakokban változóak voltak ezek a lehetőségek. Úgy gondolom, hogy mindenki megtette azt, amire képes volt, amire lehetőségei voltak. Ez a mostani testület, és én magam is, mint polgármester, ezen vagyok, hogy ami lehetőségünk van, és amivel fizikailag megbírkózunk, azokat a lehetőségeket ki kell használni. Ez sokszor nagyon nehéz, különösen a mostani időszak megint egy ilyen nehéz szakasz, amikor nagyon sok lehetőség van. Ezekből kiválasztani azokat, amik különösen fontosak, és amikkel meg is birkózunk.
mi magunk vagy külső segítséggel. Ebben ez csak úgy megy, hogyha komoly összefogás van a település minden lakója között, legyen az akár a polgármester hivatal dolgozói, vagy civil szervezetek, vagy egyszerűen csak itteni lakók, vagy fürdődolgozók. Hogyha nem tudunk összefogni, akkor ezek a lehetőségekkel nem tudunk kellőképpen élni. Hogyha csak egymásra mutogatunk, és azt mondjuk, hogy hát, miért én csináljam, miért ne a másik, akkor sokkal nehezebben jutunk előre, vagy nem is jutunk előre. Viszont ha összefogunk, amire nagyon jó példák vannak, akkor tudunk igazán szárnyalni. Ha gyökereinkbe kapaszkodunk, ha összefogunk, akkor tudunk előre haladni. Nagyon jó példa erre, akár a tegnapi kiállítás megnyitó, aki ott volt, láthatta, aki nem, ajánlom, nézze meg itt a lenti teremben. Szinte nem ismerem elhinni, hogy egy alig több mint 1000 állandó lakósú településről 90 ember hozott valamilyen olyan tárgyat, olyan alkotást, amit ő maga készített el. Pár van közte, ami régebbi, amit nagyszülei csináltak, de többségében, tudom, hogy többségében, akik ma itt élnek Berekfürdőn, hoztak el különböző kézimunkákat, fafaragást, kovácsolt vas dolgot, horgolásokat, festést, fotókat, nagyon sok-sok mindent. Az ezt megelőző, a tavalyi ott több mint 30-an hozták el, mert azon is csodálkoztam, hogy ilyen sokan vannak, akik valamivel foglalkoznak, és ezt be tudják mutatni, és bemerik mutatni. De ehhez képest a 90, ez óriási szám. Erre is legyünk büszkék. De egy másik összefogás, ami a holnapi nap, ami előttünk áll, amit én fontosnak tartottam, úgy gondolom, hogy ennek a 25 évnek a megünneplése sok formában lehetett volna. A mostani testület úgy döntött, én mindenképpen emellett voltam, hogy amit csak lehet, magunk mutassunk meg magunknak. Tehát Berekfürdő mutassa meg magát Berekfürdőnek. Azt, hogy milyen civil szervezeteink vannak, milyen ki mit tud csinálni, mindenki próbálja ezt bemutatni. Az óvodásoktól kezdve, általános iskolásokon keresztül, felnőttekig mindenki. Nem akarom felsorolni mindet, holnap, aki kijön, mind látni fogja. Legyünk büszkék rá, legyünk büszkék magunkra, lássuk meg azt, hogy a másikban mi az érték. Ne a gyengéjét emeljük ki, hanem az erősségét. Ebben erősítsük egymást, és akkor fogunk igazán jól előrehaladni, akkor fogunk szárnyalni. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták a gondolataimat, és most megkérem Csikós Sándor művészurat, hogy mondja el, amit szeretne elmondani. Kölcsei Ferenc, himnusz. A magyar nép zivataros századaiból. Isten áld meg a magyar. Jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, a küzd ellenség. Bal sors, akit régen tép, hozz rá végeztet. Megbűnhötte már a nép, a múltat és jövőt. Őseinket felhozát Kárpát szent bércére, általad nyert szép hazát bendegúznak vére, és merre zugnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Kunság mezein ért kalász lengettél, Tokaj szőlőveszein nektárt csepegtettél, zászlón gyakran plántálád vadtörök sáncára, s nyögte Mátyás búshadát, Bécsnek büszke vár. Háj, de bűneink mi a gyúlt haragkebletnek! S elsújtád villámit a dörgő fellegetben. Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállaikra vett. Hányszor zengett ajkai oszmán vad népének, vert hadunk csonthalmai, győzedelmének. Hányszor támadt tempiat,
szép hazám Kevledre. És lettél magzatod miatt, magzatod Hamvedre. Bújt az üldözött felé kardnyult barlangjában, szertenézett és nem lelé honnyát a hazába. Bércre hág és völgybe száll, hús kétség mellette, vérözön lábainál, s lángtenger fölött. Pár állott, most kő halott. Kercs öröm röpkedtek, halálhörgés síralom zajlik már helyette. S a szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó rabság könnye hull árván kő szemét. Szánd meg Isten a magyar, itt vészek hányának. Úgy felé a védőkar, tengerén kínjának. Balsorsak itt régen, hozz rá végeztet. Megbűnhötte már enné a múltat és jövet. Nagyon szépen köszönjük. Számomra mindig felemelő, még hogyha meg is tanultuk mindannyian ezt a gyönyörű szép verset hívőről. Nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy ki és hogyan mondja. Én nagyon köszönöm ezt, hogy meghallgathattuk. Most pedig átadom a szót dr. Hajdú Lajos mindenkori polgármesterünknek. Kedves vendégeim, kedves berekiek! Ez úgy gondolom, hogy részemről egy eléggé sajátos visszatekintés lesz, hisz ez az eltelt 25 év végül is nem 25 évről szól, én esetemben is az előkészítésekről, vagy akár a gyógyvízé nyilvánítással kapcsolatos bereki feladatokról, meg bereki teendőkről sokkal-sokkal hosszabb időre nyúlik vissza. Engedjék meg, hogy néhány ezeket a visszaemlékezéseimet mindig valamilyen idézethez kapcsoljam az általam fontosnak tartotthoz. Az első ilyen idézet, amit nagyon jó kell, hogy ismerjenek mindannyian, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Ezt Tamási Áron írja, és az önállóvá válásnak 1991-ben gyakorlatilag ez volt a vezető motívuma. 1992-es köztársasági elnöki határozat mondta ki Berekfürdőnálló válását, Karcag város Berekfürdő elnevezésű település részét 1992. július 1-ével Berekfürdő néven községgé nyilvánította. Ezzel körülbelül egy 3 évig betartó folyamat végére került pont. Ennek a legfontosabb eseménye az 1991. szeptember 8-i népszavazás volt, helyi népszavazás. És én ennek az egész folyamatnak ezt tartom a legnagyobb ünnepének, és nem 1992. július 1-ét. Mert úgy gondolom, hogy akik azt ott megértük, ott voltunk, azok tudják, hogy milyen hangulatú volt, és gyakorlatilag az volt az a nap, amiért Berekfürdőjék, a berekiek sokat tettek és dolgoztak, meg dolgoztak érte. Itt megindult, hogy ugye a 80-as évek végén indult meg egy folyamat Magyarországon. Én ezt mostanában már úgy fogalmazom meg, hogy a hatalomnak volt egy gyenge pillanata a 80-as évek végén, amikor a centralizáció helyett a decentralizációt tartotta fontosnak, és gyakorlatilag ezt a lehetőséget tudta Berekfürdő kihasználni, hogy önálló településé váljon. Ekkor váltak szét az erőszakkal összecsatolt települések zöme, és gyakorlatilag ekkor jöhetett létre néhány új település is az országban. Hát és ennek a menetében az legfontosabb volt az előkészítő bizottságnak a létrejötte. Ez előkészítő bizottság egy
hihetetlenül széles társadalmi alapon álló testület volt, hisz 17 tagja volt. Hát mindenki, aki csak akart tenni, vagy az lakosok úgy gondolták, hogy tud tenni az önállóvá válásért, ezek a tagjai lettek. Hogy az itt élőkben ez már régóta meglévő gondolat, ez már az 50-es évek végén voltak hangok, amelyek az önállóvá válás mellett gondolkoztak, de ez Isten igazából nem tudott összejönni. De már az 1990-es választásokon is, az akkor a helyi önkormányzati választásokon az akkori fideszes képviselőjelölt, Fagyar Zsolt már a programjára felvette Verekfürdő önállóvá válását. A választások után a lakosság igényeinek a felmérését végeztük el, lévén én voltam a községnek akkor, nem a községnek még, hanem a Karcsak, ennek a városrészének az önkormányzati képviselője. Felmértük, és mivel a lakosság elsöprő többsége a teljes önállóság mellett volt, ezért jött létre az előkészítő bizottság. Nagy felelőssége volt akkor annak az előkészítő bizottságnak, hisz itt ezen a területen önálló közigazgatás soha nem volt. És természetes, hogy voltak főleg elsősorban nyilván Karcag részéről negatív hangok, hisz melyik város örült volna, hogyha egy ilyen ekkora városrészt és egy ilyen fontos városrészt azt mondja, hogy elválok. Természetes volt a részükről az, hogy igyekeztek ezt, amennyire a lehetőségek voltak akadályozni. De az előkészítő bizottság tagjai akkor azt kell mondanom, hogy igen alapos előmunkát végeztek, körbejárták a lehetőségeket számszakilag, erkölcsi normákat illetően, a többi települések, hasonló települések, csak nagyságú településeket felmérve mindent, hogy le tudják tenni a lakosság elé azt a javaslatukat, hogy igen, a Berekfürdő nyugodtan elindulhat az önállóvá válás útján, hisz a lehetőségei adottak ahhoz, hogy önálló település legyen. Ezt az akkori testület, ezek a testületi tagok ezt ingyen bérmentve, sőt a költségeket maguk állva végezték el ezt a munkát. Ennek a bizottságnak már majdnem a fele eltávozott közülünk. Éppen tegnap temettük el az egyik legfontosabb tagját ennek a bizottságnak, idős Perge Józsefet. Engedjék meg, hogy én felolvassam ezt a 17 nevet, mert úgy gondolom, hogy megérdemlik. Bíró József, Elek Istvánné, Fagyar Zsolt, Fodor Sándor, Fülöp Attila, Kis Sándor, Lement Lajos, Kocsis Attila, Kovács Károly, Körmendiné Baksár Mária, Lénárd Károly, Németh József, Berge József, Sebestyén László, Selmeci Tamás, Tóth László és jó magam. Mint látszik a nevekből is, gyakorlatilag az összes társadalmi réteg képviselve volt, a pedagógusoktól kezdve a gyári dolgozókon keresztül nyugdíjasig, sőt még a református egyház is a Kocsis Attila személyében. Hogy tehát ez is le tudta tenni, aminek az eredménye lett az, hogy a városi önkormányzatnak ki kellett írni a helyi választást, a népszavazást. Ezt mikor letettük, gyakorlatilag 2-3 nap alatt
több mint 600 aláírás erősítette meg ennek a kérését, és így került kiírásra. Azt tudni kell, hogy akkor, mint ahogy említésre is került, nem csak a állandó lakosok szavazhattak, a törvény lehetőséget adott megítélésünk szerint annak is, amit a városi önkormányzat akkor kihasznált, hogy az összes üdülő tulajdonos szavazhatott. Így összesen 1700-nál több, 1741 név volt feltüntetve a választási listán. És a falunak volt 1000 állandó lakosa. És ebbe beleszámítva nem csak a választójogokkal rendelkezőket, hanem a gyerekeket is. Tehát egyértelmű volt, hogy az állandó lakosok, ha még 100%-ba szavaznak, az is kevés. Itt feltétlenül szükséges volt az üdülő tulajdonosoknak a szavazatára is. Azt annyi, hogy ez is, és 1990. szeptember 8-án 1041 szavazatot adtak le. Tehát ez azt jelenti, hogy több száz üdülő tulajdonos tehát is szavazott. Hogy ők kis zömmel az önálló válásra szavaztak, ez abból derül ki, hogy az igen szavazatok aránya 94% volt. Tehát elsöprő tömb volt, úgyhogy bőségesen, tehát a választópolgároknak gyakorlatilag 60%-a szavazott le, ami abban az időben is jelentős volt, hisz már akkor ilyen helyi választások zömmel már eredménytelenek voltak az érdektelenség miatt. És tehát ez volt az, amelyikkel Berekfürdő letette a otthonának az alapjait. Ezután kellett jönni az otthon falainak, tehát ezeknek a megfelépítésére. Ezt talán az az idézet fejezik leginkább, hogy könnyebb szavakat összehordani, mint köveket. Ezt egy olasz író, költő mondta, még a középkorban, amikor kérdezték, hogy olyan szép kastélyokat épít, akkor magának miért olyan kis vityillót épített fel erre, ezt mondta, hogy mert könnyebb a szavakat összehordani, mint a köveket. Úgy gondolom, hogy ez az első évek, meg ez az alapoknak a lerakásával telt el, de eredményes volt, hisz amit sikerült megszereznünk, a fürdő tulajdonjogát, ami úgy gondolom, hogy hihetetlenül fontos volt abban az időszakban. Azóta is nyilván bizonyos varga betűk után, de azért sikerült a fürdőnek a fejlesztését, a bővítését úgy megoldani, hogy mostanra talán az egész fürdő úgy, ahogy kinéz, az gyakorlatilag egyik gyöngyszeme, nem csak a Nagykunságnak, hanem gyakorlatilag az összes magyar fürdőket, ha nézzük, akkor is legalábbis a vendégeknek úgy érzem, ez a vendégek véleményéből ez a következtetés vonható le. És ekkor is volt az, és azóta is szerintem él ez a mondás, és fontos, és igaz, hogy aki a fürdő, azé a falu. Tehát a falunak feltétlenül továbbiakban is arra kell törekednie, hogy semmi körülmények között a fürdő veszélybe ne kerüljön, hogy az idegen kézbe, privát kézbe akárhogy kerül, mert annak szerintem nagyon nagy veszélyei vannak. Az összes olyan beruházást sikerült elvégezni ebben a 25 évben azért, amelyre szükség volt az utak. Hisz aki itt volt annak idején, tudja, hogy 90-es évek legelején, amikor ez önálló váltott el, és egyetlen egy köves útja volt, egy szűk Móricz Zsigmond utca.
ennyi volt az összes köves út gyakorlatilag, többi nem. Arról nem beszélve, az egy külön történet a számomra, hogy a negyedik Béla király út, ami most negyedik Béla király út, akkor Vörös Hadsereg útja volt, és az is csak szinte egy szűk volt, ahol ez még a 70-es évek közepe volt, amikor az egyik közismert bereki polgárt az autóbusz több száz méteren követett, mert előtte ment. És klasszikusan úgy tudott menni, hogy mindig arra ment, amerről a hátulról jövő busz ki akarta kerülni. Úgyhogy tehát, és gyakorlatilag így nézett ki az úthálózatunk például. Az út, telefon, víz, gáz, szennyvíz gyakorlatilag teljes egészében sikerült ezt az infrastruktúrát megteremtenünk. Sikerült azon kívül, ugye, tehát gyakorlatilag ezeket a sajátos jellegéből, a község sajátos jellegéből adódóan a környezet kímélő beruházásokat, a környezetrekonstrukció itt megoldanunk. Itt elég, ha a szeméttelepnek a rekultivációjáról beszélek, ami történt, avagy a méhecskének a rendbetétele. Ami, mint annak idején, ugye a 70-es évek végén, illetve a 80-as években is három lábon állt ennek a településnek a gazdasági élete, igazából az ipar, az volt a legjelentősebb, az üveggyár, a mezőgazdaság és az idegenforgalom. Ez a 90-es években egy lábra szűkült gyakorlatilag, az idegenforgalom lábra. Az erősödött minden. Ez probléma, és én nagyon sajnálom, hogy nem sikerült az üveggyárat megmenteni. Tehát az önkormányzat, amikor lehetősége lett volna, hogy megvegye esetlegesen, tehát beavatkozzon, akkor gyakorlatilag még nem volt abban az anyagi helyzetben a 90-es évek elején, hogy ezt meg tudja tenni. Hisz itt látható, hogy milyen csodálatos termékei voltak ennek a gyárnak. A fátyűlőveg az egy világszabadalom volt, tehát hogy az mennyire fontos lenne a településnek, részben azért is, mert az egy lábon való állásnak azért megvannak a maga veszélyei. Tehát ezeknek a megerősítésére nagyon szükséges lenne. Tehát ezt sajnos nem sikerült megteremteni, az ipart sem, és gyakorlatilag a mezőgazdaságot sem, bár abban megtettük mi annak idején az első lépéseket, amikor a kertészetet elindítottuk annak a további fejlesztése és megtartása is fontosnak tartom, mert lényeges dolog, hogy legyen egy ilyen láb is. Tehát a fürdőről külön annyit szeretnék még elmondani, hogy ténylegesen, amint mondtam, hogy egyike lett a legfontosabb, az egyik legszebb részünknek Berekfürdőn, és az, hogy a fedett fürdő most annyi lett, amennyi lett, nem lett egy ennél nagyobb, az részben a gazdasági helyzetünknek volt köszönhető, de úgy gondoltuk akkor, hogy az a beruházás, ami annak idején nem valósult meg, és csak a fedett lett volna, az gyakorlatilag 1 milliárd forintba került volna, viszont ez, ahol egy szabadtéri medence épült, az ifjúsági medence, amely nagyon közkedvelt lett, és a felújított fedettel együtt az 500 milliót sem érte el még. Úgyhogy tehát ez mutatja, hogy egy gazdaságosan sikerült ezt a felújítást véghez vinni. Ha szükség lesz, úgy gondoltuk akkor is, hogyha szükség lesz a fedettnek a további fejlesztésére, mert a forgalom olyan, akkor megteremtődött hozzá az anyagi feltételek is, hisz a forgalom fogja
azt kitermelni. A következő, amihez kapcsolódnának a gondolataim, az a jót s jól. Ez Kazinczy Ferencnek a gondolata volt. Ez pedig lenne a közigazgatás rejtelmeivel foglalkoznék ebbe, a vezetés dilemmáival. A Martin Luther King azt írja, hogy az igazi vezető nem keresi, hanem megteremti a konszenzust. Hogy én úgy gondolom, hogy annak idején én ezt igyekeztem a magam módján megteremteni, és megpróbáltam legalábbis. Nem mondom, hogy én ez minden esetben sikerült volna, de igyekeztem azért azokat a vezetői túlkapásokat elkerülni. Nem mondom, hogy biztos volt, amikor nem. Az egy más kérdés volt, hogy nyilván az ember az első felindulásában néha mondott dolgokat, de a munkatársak már tudták, hogy majd várják meg, hogy nem mondom azt 5 perc múlva, hogy felejtsék el az egészet, és amit eddig mondtam, mert gyakorlatilag az nem teljesen úgy van. Ugyanis ezt higgyék el, hogy ez így van, hogy ezt szintén nem én találtam ki ezt a gondolatot, hogy azt mondja, hogy a hatalom megront. És a korlátlan hatalom korlátlanul ront meg. Ezt gyakorlatilag ezt én minden vezetőnek figyelmébe ajánlanám. Mert ez akár milyen hozzáállással indul neki, ennek a szele meg fogja érinteni. Hogy valószínűleg ez egy ilyen általános emberi tulajdonságnak gondolom, és mindenképpen azt javasolnám minden vezetőnek, hogy soha ne hozzon döntést indulatból. Amikor ugye azt mondják az általános emberi kapcsolatokban is, hogy előbb számolj 100-ig, mielőtt megszólalsz, a vezető legalább 10-ig, de nagyon lassan számoljon el, mielőtt ezt a döntését meghozza. Mert még úgy sem biztos, hogy a megfelelő döntést fogja meghozni. És egy másik, ami már át fog vezetni, szintén ehhez kapcsolódó gondolat, amit Winston Churchill mondott, hogy az államférfi a következő nemzedékekre gondol, a politikus csak a következő választásra. Úgyhogy ez szintén valahol egy nagyon-nagyon fontos gondolatnak tartom. És hogy miért vezet át ez a következő idézetemhez, az pedig lenn az, hogy ars longa vita brevis. Hát az élet rövid, az a művészet örök. Hát amikor egy falu vezetés adja, tehát egy falu képet, egy falutban gondolkodik, akkor tényleg nem gondolhat csak a következő választásokra. Hát ha ezt teszi, akkor úgyis előbb-utóbb hamar a végére ér a dolgoknak. Mert itt még a családi életben is az ember nem magának épít általában, hanem a gyereknek, az unokának. Mert ugye még azt mondja, hogy a diófát az ember nem magának, hanem az unokáinak ülteti el. Tehát hogy ne lenne ez még igaz egy településre,
amikor az feltétlenül sokkal, de sokkal hosszabb élet, mint az emberi élet. Tehát sokkal többre kell egy felelős vezetőnek szerintem gondolnia. Nyilván ezért ez igaz nem csak a falu, hanem megye, ország, tehát lehet növelni ezeket. És nem véletlen, hogy ennek a koncepciójának a kidolgozását, ezt meg a kulturálisnak mondhatnám, idegenforgalmi kulturális koncepciónak a kidolgozását Körmendi Lajos végezte el annak idején Berekfürdőn, és hosszú időn keresztül, tehát ennek a koncepciónak a mentén igyekeztünk ezt a megteremteni. Hogy mennyire sikeres volt, az én úgy gondolom, hogy a jelenlegi falukép jól mutatja. Itt elsősorban, tehát én Györfi Lajos szobrászművészünknek a szobraira gondolok, amikor úgy gondolom, hogy az a tereinknek a szépségét, a látvány élményét, amit a vendégek kapnak nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy Berekfürdőnek a híre az gyakorlatilag hosszabb ideig biztosított legyen. Hisz gyakorlatilag ezek az emberi értékek, ember által végzett értékek nagyon-nagyon sok településen, nem csak Magyarországon, de leginkább talán például Olaszországnak a városai ebből élnek. Az évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt elvégzett ilyen típusú tevékenységből. Tehát itt úgy gondolom, hogy az ő tevékenysége ez nagy-nagy mértékben hozzájárul ehhez a képhez. De ugyanezt mondhatom el a fürdőben az építésznek, Hajde Tibornak a munkájáról, amely a kettő együttesen pedig talán és még további javításával a térnek talán az egyik legszebb magyarországi fürdő előtti téré teheti ezt a fürdőt. Ugyanide tartozik, ezekbe a gondolatokba tartoznak a művészeti táborok. A képzőművészet, az író táborok, a kulturális események, a szavaló verseny, amelyet kunkapitányunk, Berekfürdő díszpolgára, Csíkos Sándor talált ki, és ő menedzselt hosszú éveken keresztül. És ezek a művészeti táborokon lehet vitatkozni, hogy annak ma van-e haszna. De hogy holnap lesz, abba egészen biztos vagyok. Hisz ezt elmondtam, lehet, hogy ismétlem magam. Egyetlen egy író, egyetlen egy művének Egerváros annyit köszönhet, amit ha reklámra fordítanak, soha nem lenne annyi pénz, amennyit az vissza, amennyit az jelentett neki. Úgy gondolom, hogy az egri csillagok nélkül akármennyi pénzt beleülhet a város a reklámba, soha nem fogja elérni azt az eredményt, amit ő elért. És úgy gondolom, hogy kicsibe már Berekfürdő is megkapta ezeket az elismeréseket. A festőtábornak elég, hogyha a nyugat-európai bemutatkozó kiállítás sorozatát említem. Az írótáborokból pedig lehet olyan nevek fordultak meg, vagy tehát tekintették magukénak ezt a tábort, mint Jókai Anna, aki nagyon-nagyon nagy szeretettel írt, és Berekfürdőről is, és mindig nyilatkozott meg róla,
sokkal, de sokkal jobban kihasználhatók lennének ezek a kapcsolatok. Úgy érzem. Tehát ezt én nagyon-nagyon fontosnak érzem, mert ezek az értékek, amit így teremtődnek, sokkal, de sokkal tartalmasabbak, hosszabb ideig tartanak, mint például egy egyperces reklám, vagy egy ötperces reklámnak az, ami elszáll és vége, és hatott egy hétig. A másik, ami még ugyanehez a vonulathoz tartozik, és ebbe illik ez a koncepció, ez pedig lenne a testvérim vannak számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. A testvértelepülési hálózatok, a testvértelepülési kapcsolatoknak a kapcsolatok, amelyeket a község elindított. Ez több szempontból is fontos. Ez a település rengeteget kapott az erdélyiektől. Azt mondom, hogy a kútfúrónk, a üveggyár alapítónk, azok erdélyiek voltak. Marosvásárhelyről származtak. Hát már ez is bizonyos értelemben bizonyos kötelezettséget rónk, róránk, gondolom. De azon kívül pedig lenn a határon túli magyarokért mi is mindannyian felelősek vagyunk, és úgy gondolom, hogy ez a falu lehetőségei adják azt, hogy ennek a felelősségnek eleget tudjon tenni. És úgy gondolom, hogy ez a magyarság tudat, a nemzeti tudatot erősíti nem csak bennünk, de segít abban, hogy a határon túliak is erősödjenek ebben. Ennek a kapcsolatnak a részünkről, és eddig igyekeztünk is ezt, hogy nem irányító jellegű volt. Mi nem tudjuk megmondani nekik, hogy ott hogy kell magyarnak lenni. Őket sokkal, de sokkal jobban tudják nálunk. Azon a Kárpátalján, amely 100 éve van elzárva ettől az anyaországtól, és még mindig erőteljes magyarságtudat van. Ők pontosan tudják azt, hogy ezt hogy kell megoldani. De hogy mit kell csinálni, mit lehet, hogy az ne legyen sértő esetleg az ott élő többi nemzet részekre, azt ők pontosan tudják, hogy meddig. Én úgy gondolom, és hogy ebbe kell őket nagy mértékben segítenünk. Ez a testvértelepülési rendszerünknek az egyik csúcsát jelenti szerintem, ez a testvértelepülési hálózat, mert több cél tud szolgálni. De ugyanígy az elismertségünkhöz nagy mértékben hozzájárul az elismertségünkhöz, például a lengyelországi elismertségünkhöz, az Zatorral való kapcsolatunk. És úgy gondolom, hogy ez a magyar-lengyel kapcsolatokra nem kell különösebben mondani, hogy miért. Tehát az az olasz testvértelepüléssel, Atrival való kapcsolat, ez mind-mind egy olyan rendszer, és egy olyan kapcsolata, fontos kapcsolata a községnek, amely a község hírét, a község nevét teszi jobbá, szebbé és ismertebbé a világban. Ugyanez vonatkozik ezekre a művészeti táborokra, amit elmondtam, hisz gyakorlatilag attól kezdve, hogy indiai művészektől kezdve megfordultak ezekbe a táborokba.
ez és tehát távoli országokból jövő művészek, franciák, perzsák például, aki az talán a korunk egyik legérdekesebb festője, hogy ezek mind-mind akkora jelentőségűek, amiből az község profitálhat jelenleg is, de a jövőben egészen biztos vagyok benne, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy ezek lennének a legsúlyosabb, illetve a legnagyobb, legtöbb gond, amin gondolkoztam, gondolatok, amiket mindenképpen szerettem volna elmondani. És most így zárásképpen, és kicsit hisz már én a közélettől elbúcsúzok végegesen mindenképp, hogy mit kívánhatnék ennek a fiatal településnek. Gondolkoztam, hogy mi lehet az. Az 1965-ben pontosan egy nagy magyar író Berekfürdőről azt írta, hogy én még ilyen jó indulatú világot nem láttam. 50 évvel később, 2010-es években egy másik nagyon elismert és nagyon nagy magyar írónő pedig azt mondta, hogy Berekfürdő a békesség hona ebben az egyre békétlenebb hazában. Én azt kívánom a községnek, hogy 50 év múlva legyen egy olyan nagy magyar író, aki ha erre jár, ugyanezt erről a településről leírhassa. Köszönöm a figyelmet. És én is tiszta szívemből kívánom, hogy az utolsó kívánsága az megvalósuljon. 50 év múlva, de addig is folyamatosan. Hiszen akkor tudunk itt békében, nyugodtan élni. Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk Berekfürdőben, és dr. Hajdú Lajossal beszélgetünk, hiszen június 30-a van, és július 1-én ünnepli a 25 éves önállóságának évfordulóját a település. Ön volt az, aki az egésznek az egyik motorja volt ezelőtt negyed évszázaddal. Most visszaemlékezett erre a sok-sok évvel ezelőtti történetre, és úgy nagyon meghatódott, tehát azt gondolom, hogy még mindig nagyon élénken élnek önben ezek a történések. Igen, ez természetes, és azok az évek, vagy azok a hónapok pláne, azok izgalmasak is voltak, és érzelmileg fűtött, túlfűtött is időnként, és hát nagy sikerrel zárult a szeptember 8-i népszavazás, és örömmel töltött el bennünket. 17-en, tehát még 20-an sem voltak, akik emögé a indítatás mögé álltak. Bíztak a sikerben, hiszen azért nem nagyon volt jellemző akkor még, hogy lehetőséget kaptak ilyen kis települések az önállóságra. Természetesen bíztunk. Az, hogy 17 ez egy csalóka, és az a falugyűlés, amelyik ezt a 17 embert oda küldte, az kb. 250 fős falugyűlés volt, és ott küldött oda 17 embert, hogy na akkor ti dolgozzatok, és próbáljátok meg eldönteni, hogy jó-e az önállóság, vagy nem. Azt azért mindenki eldönti, aki itt él a településen, hiszen azért látom, hogy jönnek ide állandó lakosként Karcagról, környékbeli településekről is, tehát ez azt jelzi, hogy megszerették itt a környék emberek fürdőt. Hát én bízom benne, hogy nem csak a környéken, hisz a környéken nagykunságnak részei vagyunk, de úgy gondolom, hogy az ország többi részéről is nagyon sokan, sőt az határokon túlról is nagyon sokan jönnek, és jól érzik magukat, és visszajárnak nagyon sokan. Nagyon sok minden történt, sok fejlesztés, sok útépítés, sok-sok olyan dolog, amit most nem tudunk felsorolni, amíg ön volt a település első embere, de mire a legbüszkébb? Mi az, amit kiemelne ezek közül, és mondjuk mi az, amit nem sikerült megvalósítani, mert nem, és még mindig szerette volna, hogyha lehetőség lett volna?
Hát a legsikeresebb az egyértelműen a fürdő tulajdonjogának megszerzése és azzal való foglalkozás, és az, hogy a fürdő az a falu tulajdona, és azt véleményem szerint nem is volna szabad sose kiadni. Ez a kudarcról kell beszélni, az igazából egy igazán nagy kudarcot érzek, az pedig lenne, hogy az üveggyárat nem sikerült megmenteni. És de hát mondjuk azt azért mindenki tudja, hogy ez nem az önkormányzaton múlott. Hát nem rajtunk múlott, de igyekeztünk volna mindent megtenni, de nem úgy alakultak a körülmények. Itt a záró szavai mondataiban a következő 50 évre kívánt jót az itt élőknek. Hogyan értékeli? Sikeres volt az önvezetés alatt a település? Hát ezt gyakorlatilag nem nekem kéne. Tehát visszajelzéseket érzem, kap. Én úgy érzem, hogy igen, hisz az ember a saját munkájában nem hisz, hogy a sikeres, akkor biztos, hogy nem lesz az. De én úgy érzem a mások megnyilvánulásaiból is, hogy igen, amit végeztünk, az egy sikeres tevékenység volt. Azért 25 év, hogyha most lennénk ott a 25 évvel ezelőtti állapotokban, azt gondolom, hogy ma azért egy picit könnyebb lenne a dolgok az önállóság felé. Nem hiszem. Ezt majd eldönti a történelem, ez már megtörtént, és reméljük, hogy még sok-sok 25 éve lesz Berekfürdőnek. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm Csinka Istvánnak, hogy ezen a jeles alkalmon egy ilyen maradandó emlékkel ajándékozta meg a települést. Beszélni lehet sokat, de a szó elszáll, egy ilyen kopjafa hosszú időre megmarad. Nem az elsővel a településen, van már ilyen más is, ezt tudjuk. Amikor egy úgynevezett szervezőbizottság, ami elég kötetlen volt, hogy kik vannak benne, sok civil szervezet képviselője is, és hivatalos személyek és hivatalos meg képviselők is benne voltak. Az egyik ilyen alkalmon ajánlotta fel Krista, bocsánat, hogy csak így mondom, Csinka István, Krista, hogy mint tudjuk, fafaragó és sok mindent csinál, fával is foglalkozik, utcanévtáblákat is csinált már itt Berekfürdőn. Felajánlotta, hogy szívesen elkészít egy kopjafát, és úgy gondoltuk, hogy akkor legyen itt ezen a helyen, ahol ha jövünk a faluba, lefele, a fürdő fele, látszik ez a virágokból kilakott 25-ös szám, és mögötte van elhelyezve a kopjafa. Most megkérem, hogy mondjon egy-két gondolatot róla, mert biztos, hogy jobban és szebben el tudja mondani, amit gondol, mint én. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves megjelentek, feleségem nevében is, feleségemmel együtt is nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit. Egy pár mondatot a kopjafának az értelmezéséről, jelentőségéről. Legegyszerűbb megfogalmazásában emlék, oszlopot, emlék helyet jelent. Történeti vonatkozásban a középkorig nyúlik vissza az eredete egyik értelmezés szerint. A lőfegyverek megjelenése előtt ugye tudjuk, hogy kézi fegyverekkel csatáztak, vívták a küzdelmüket. A kard, a buzogány és egyéb használatos eszközök mellett a nevezett dárda, ez a döfőfa, kopjafa szerepelt. Arany János tordiából tudjuk, hogy egymás lovon vetélkedő harcosok egymás próbálták leteszíteni ezzel a fával, amelyik úgy szerencsétlenül végezte és elhunyt ebbe a csatába, jelzésül ezt a kopjafát a frissen pantolt sírjába dugták. Ez később
formavilág, ennek a kopjafának később a formavilága bővült, az alakja változott, nagyon sok jelentést hordoz, egyet ad emeljek ki, hogyha bárhol ilyen kopjafát tetszenek látni, és egy, mondjuk egy temetőbe, és ha a tetején tulipán van kifaragva, az női halottra utal. Ennek is van jelentése, ennek a fának három osztata van, a középső összekötő részeket leszámítva, ugye a kunságban vagyunk, és a legfelsővel a kun süveget próbáltam érzékeltetni. Középen van a magyar kereszt, vagy hallottam ilyen megfogalmazás is, hogy a székely kereszt, és az alatta a harmadik rész pedig a mindenki által, vagy sokak által ismert magyarkai dombon láthatók ezek a kun babák, amik egy áldozati csészét tartanak a kezükbe. Ezeknek a kopjafáknak a nagymesterei a számunkra kedves Erdélyben is találhatók, és a székely kereszt egy picit utal Berekfürdő egyik testvér településére, Csíkszentkirályra is. Köszönöm szépen! Még egyszer nagyon szépen köszönöm Istvánnak, és ahogy mondta, hogy az eredete, hogy halott fölé, halott sírjára tették, tűzték ki a korábban a fegyverként használt kopját. Az a reménységgel nézzük azért ezt, hogy ez a jövőben mutató és inkább az élet, de ugyanakkor a múltat is összekötő kopjafa legyen Berekfürdőn. Köszönjük szépen! Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Molnár János a település jelenlegi polgármesterével beszélgettünk itt egy kopjafán, amelyet az előbb Sinka István adományozott a településnek, és jelképesen ön vette birtokba. Az elmúlt 25 évben sok-sok minden történt, erről Hajdú Lajossal beszélgettünk. Beszéljünk a jelenről, hiszen mégiscsak a jelenét viszi a településnek. Mi a legfontosabb, ami a sikerhez vezette a települést? Köszönöm a kérdést. Én is nagyon fontosnak tartom a múltat, a gyökereinket, de a jelen és a jövő az most az még fontosabb. Jelenben nagyon sok lehetőségünk van. Én két részre szeretem ezt bontani. Az egyik, ami az anyagi részt jelenti, amiben most sok pályázati lehetőség, az sok lehetőséget ad. A másik, az pedig, ami miatt szükség van ezekre az anyagiasságban megjelenő dolgokra, magára az emberre, az emberi kapcsolatokra, amik kitöltik életünket. A pályázatoknál, ahogy mondtam, most valóban nagyon sok lehetőség van, mindent így kapásból fel sem tudom sorolni, azért néhányat szívesen megemlítek. A topos pályázaton belül van három pályázatunk, amiből kettőnek már tudjuk a pozitív eredményét, az egyik az orvosi rendelő felújítása, a másik pedig energetikai pályázat, két épületet érint, az egyik az iskola, elég régi iskolaépületünket, a másik pedig a ugyancsak viszonylag egyszerű önkormányzati hivatali épületet. Mind a kettő nagyon régóta esedékes a felújítása. A harmadik, amit még nem tudunk, bár a reménységénk azok nagyon pozitívak, az pedig a turizmust érinti. Azért is nagyon fontos ez, hiszen most a település szinte csak a turizmusból él. Elsősorban a turizmusból él. Más pályázatok, amiket nyertünk, az egyik, ami ugyancsak egy különleges és nagy reménységét ad számunkra, egy kisebb feldolgozó, zöldséggyümölcs feldolgozó üzem, aszaló szárítóval egyben, ami a Start munkaprogramos kertészetünkre épül, az ott megtermelt zöldséggyümölcs feldolgozását segíti, de reménység szerint még vásárlás is szükséges majd. Kis üzem lesz, de nagy reménységgel nézünk elébe. A beruházás még azután fog kezdődni. A tényleges termelés az jövőre várható, hogy beindul. Itt még annyit hadd említsek meg, hogy a ilyen szokásos feldolgozóknál inkább az a fontos, hogy amit feldolgoznak, megtermeltek, feldolgozzák, azt jól el tudják adni. Ez nálunk is fontos.
de annyiban speciális helyzetben van Berekfürdő, hogy éppen a turizmus miatt a helyi viszonylag sok szállás, szálloda, étterem, ezeket is szeretnénk ezekkel kiszolgálni, tehát egy felvevő piac, és a helyben megtermelt termékeket, meg itt feldolgozott termékeket szeretnénk itt helyben minél többet értékesíteni. És egy másik kicsit különleges dolog, ami a turizmushoz közvetlenül kapcsolódik, hogy ezeket a megtermelt, feldolgozott dolgokat kisebb kiszerelésben is szeretnénk árusítani, lehetőleg úgy, hogy egy Berekfürdőt jó reklámozó kis logó felirat, amit még ki kell találnunk, ezeket szeretnénk rátenni, tehát ezt úgymond több legyet ütünk egy csapásra, mert megtermeljük, feldolgozzuk, eladjuk, és ugyanakkor ezzel még Berekfürdő hírét is szeretnénk vinni a nagyvilágban, hogy nem csak a fürdő miatt érdemes idejönni, hanem ezek miatt a dolgok miatt is. És vannak még más pályázati lehetőségeink is. De tulajdonképpen, amit elmondott, ez már a jövőt is előrevetíti, hogy a több lábon állás felé elindult Berekfürdő, hiszen egyrészt ott volt a közmunkaprogram keretében menő fóliás kertészetük, de akkor most a feldolgozással ez egy újabb lépés. Így van, így van. És a jövőnél a másik rész, amit mondtam, hogy ami miatt tulajdonképpen ezekre szükség van, ami az életet ténylegesen életté teszi, hogy olyan közösségek alakuljanak ki, ez már nem a feldolgozóhoz tartozó, hanem... A civil élet is megmozdult. A civil élet, így van. Én ezt tartom polgármesterségem idején a legfontosabbnak, ha azt el tudom érni, hogy a civil szervezetek még jobban megerősödjenek, és ne rivális lássanak egymásban, ne konkurenciát, hanem minél többen meglássák a másikban az értéket, a pozitívumot, és azt erősítsük egymásban, hiszen mindenkinek vannak gyengeségei. Ha mindig csak piszkálódunk, akkor az legyengíti az embert, és a közösséget is, a települést is. Ha erősítjük egymást, ez nem azt jelenti, hogy a negatívokat el kell fedni, azokat szűkebb körben feltétlenül meg kell beszélni, de erősíteni a pozitívumokat kell. Lássuk meg, hogy ez a pici település, alig több mint 1000 állandó lakos a település, milyen sok civil szervezet van, és ezek milyen jól működnek. Itt most gondolhatok az általános iskolás modern tánccsoportra, a Dalmadance-re, a hozzám még közelebb álló felnőtt néptánccsoportra, olyan irodalmi társaság, van horgász egyesület, van egy pár éve nagyon jól működő asszonykör, akik hímzéseket, szövéseket, csipkeveréseket csinálnak, épp most van egy nagyon szép kiállításuk, és mindent nem is tudok felsorolni hirtelen, hogy elmédés is kérek attól, aki kimaradt. Nagyon sok érték van ezen a településen, amiket erősíteni kell, akkor tudunk még jobban fejlődni, és akkor lesz igazán jövője Berekfürdőnek. És hát azt gondolom, itt a végén egy mondatban azért utaljunk arra is, hogy vannak az állandó lakosok, vannak az üdülő tulajdonosok, és vannak az itt nyaralók. Tehát azt gondolom, hogy ezt a három csoportot azért egy nevezőre kell hozni. Ez feltétlenül így van, nagyon fontos, hiszen kölcsönösen szükségünk van egymásra. Nekik is ránk, nekünk is rájuk. De nem szeretnénk leragadni ennél a szükségből való kapcsolattartásra, hanem nagyon jó barátságok alakulnak ki. Nagyon jó azt látni, amikor egy évvel ezelőtt itt volt itt valaki, most megérkezik, és akkor akár bemegy a fürdőbe a pénztárost, vagy egy takarítót, vagy úszómestert barátként szólít meg, és örülnek egymásnak, akár egymás nyakába is borulnak, de mindenképpen örülnek egymásnak. Ezek nagyon-nagyon jó érzések. Ezek adnak igazán erőt ahhoz, hogy az ember ezeket jó szívvel és szívesen csinálja. Akkor én még következő sikeres 25 meg 50 évet kívánok a településnek, és hát önnek is, hiszen azért még van teendő bőven. Nagyon szépen köszönöm, teendő zolóban mindig marad, és még egy gondolatot szeretnék mondani, hogy azt is fontosnak tartom, főleg a jövő szempontjából, hogy nem csak önmagunkra kell gondolni, mint településre, hanem egy tágabb környezetben. Tehát itt a szomszéd települések, a Kunság, elegész a Tiszató, Hortobágy vidékeig, hiszen nekünk ez nyitottság, ez létkérdés. De még egyszer köszönöm, és remélem, hogy valóban a 25-50 és a még további évek azok jó és boldogságban fognak következni.
július 1-én ünnepli Berekfürdő önállóságának 25. évfordulóját, mert rendezvényen dr. Fazekas Sándor főmérnöki miniszter úr is részt vett. Bár esővel indult a nap, de a végére azért csak szép idő lett, és elég sokan eljöttek erre a jeles ünnepre. Gratulálok Berekfürdőnek a 25 éves évfordulóhoz, és úgy látom, hogy Berekfürdő összefogással, a település lakosságának a odafigyelésével, az önkormányzatiság előnyeivel élve tudott fejlődni az elmúlt években, ki tudta használni a rendszerváltásban, a nemzetügyek kormánya pályázataiban rejlő lehetőségeket, és mint a legkisebb, legfiatalabb nagykun település be tudott illeszkedni a kunsági világba, ahol egymást segítjük, ahol a megye, a járás, a környező nagykun települések összefognak azért, hogy a pályázataik eredményesek legyenek, és a fejlesztéséket összehangolják. Jó hangulatú a rendezvény, sokan vannak, nem riasztja meg a kun embereket, különösebben az időjárás, ezt jól tudjuk, és a fürdő vendégek, üdülő vendégek is jelentős számba vesznek részt a programokon. És hát reméljük, hogy a több lábon állás felé is elindul, hiszen polgármester úr elmondta, hogy szeretnének feldolgozót is hozni a településre, hiszen a turizmus azért egy adott időszakot ölel csak föl. Nyilvánvaló, hogy a szezon meghosszabbítása mellett meg kell találni annak az űrnek a kitörtését, amit az üveggyár bezárása okozott. Ezen dolgoznak, és nagyon fontosnak tartom, hogy van egy irányú együtt gondolkozás is. Én sok sikert kívánok ezt polgármester úrnak, az önkormányzatnak és Berekfürdő lakosainak. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kovács Sándor megyei közgyűlés elnökével beszélgettünk, hiszen az elmúlt 25 évet ön is végigkövette a Berekfürdő önállósodásában. Hogyan látja a település jelenét? Mindenképpen az egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai térség az egész megyében, hiszen a vendégszakák számát tekintve Cserkeszőlő után Berekfürdőn van a legtöbb turista, ideérkező vendég, és én nem csak az elmúlt 25 évét figyeltem, hanem amire én emlékszem, az elmúlt 45 évét, körülbelül ennyire emlékszem Berekfürdőről, és igazából aki Karcagon él és itt a környéken él, mindenkinek nagyon sok kellemes élménye van Berekfürdővel kapcsolatban, a fürdőnél, a fejlődéssel, és hát igazából itt fejlődött és itt nőtt szemünkre Berekfürdő, itt változott a strand, itt épültek akár új büfék, és a nyári élmények mindenképpen feledhetetlenek Berekfürdővel, és én azt gondolom, hogy akik most kisgyerekek és most nőnek fel, nekik is Berekfürdő nagyon sok szép élményt fog nyújtani, és azt gondolom, hogy ez a 25 év nem 50-nel, hanem akár 125-tel vagy sokkal többel fog folytatódni, hiszen nagy jövő előtt áll, nem csak Berekfürdő és nem csak Berekfürdő turisztikailag, hanem az egész térségünk. És hát azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint a környező települések, tehát Karcagot vagy bármelyik más itteni települést említhetnénk, megpróbálnak ők is több lábon állni, tehát hallottuk polgármester úrtól, hogy feldolgozó üzemet szeretnének, hogy ne csak a turizmus egy lába legyen meg. Az üveggyár az egy régi dolog, tehát az nem rajtuk fog múlni, hogy újra indulhat-e, vagy lesz-e valaha még ott üveggyártás. Mindenképpen nem szabad csak egy lábon állni gazdaságilag, mert az mindig kiszolgáltatottá teszi a települést, akár az embert is. Berekfürdőbe most a strand és a turizmus viszi a prímet, de azoknak, akik nem a strandon, nem a turizmusban tudnak elhelyezkedni, mindenképpen kell egy kis feldolgozóipar, plusz szolgáltatások, és én azt gondolom, hogy így kell fejleszteni ezt az egész térséget. És ahogy Berekfürdőn most szétnéztünk, megnéztük ezt a 25 éves születésnapot, ahogy kipakoltak a hagyományőrzők, ahogy főztek, a sütemények megsütése, a hímzések. Ez egy kicsi nagy kunság. És igazából Berekfürdő is olyan, hogy ebbe a talajba elhullott egy mag nem 25 évvel ezelőtt, hanem 90 évvel ezelőtt, amikor furták az első kutat, akkor elhullott egy mag, és egy ugyanolyan nagykunsági település nőtt ki, mint amilyen a környéken, akár Kunmadaras, Kisújszállás, Karcag, Kunhegyes, ugyanolyan, mint mi. Ugyan a turizmusból él, nem a mezőgazdaságból, de ugyanolyan egyenrangú nagykunsági település, mint a többi. Ez a legújabb nagykunsági település. És hát akkor reméljük, hogy találkozunk majd az 50. évfordulóján. Remélem, én örülnék neki a legjobban, és akkor be tudnánk számolni nem csak az elmúlt 40-45 évről, hanem akkor az elmúlt 70 évről is, amire emlékszem én Berekfürdő történetében. Így legyen, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.